Ezen a mai napon szinte egymással versenybe igyekszünk kifejezni jó kívánságainkat egymásnak. Nem csak családtagjainknak, és csak nem csak barátainknak, hanem mindenkivel, akivel találkozunk. Példás ez a nagy szeretet, amely ilyenkor felszínre tör a szívünkben. Mindjárt eszünkbe is ötlik a gondolat, vajon milyen jó lenne legalább egy keveset megőrizni ebből a jó szándékból, ami ilyenkor a szívünkben van, az év minden napján. Mert sajnos az is eszünkbe jut, hogy mennyi rossz indulattal, áskálódással, megszólással, ellenségeskedéssel, szeretetlenséggel kellett szembesülnünk az elmúlt esztendőben. Remélhetőleg mi sohasem voltunk ilyennek kezdeményezői. Elgondolkodunk továbbá azon is, hogy vajon miért változnak meg az érzéseink az esztendő folyamán. Miért nem tudunk mindig a szeretet cselekedeteivel közeledni embertársaink felé. Az ilyenkor megnyilvánuló jó szándék töredékével is mennyivel szebbé, békésebbé, boldogabbá tehetnénk egymás életét. Ugyanakkor az esztendő fordulója egy másik irányba is tereli gondolatainkat. Vajon mit hoz az új év? Milyen lesz a jövő? Még az is lehet, hogy a költőhöz, Babicshoz hasonlóan kemény szavakkal mondjuk kérdőre, Isten, mit akarsz velem, Isten? Mert bizony sokan nem találják a helyüket és a feladatokat ebben a megbojdult világban. Sokakat nyugtalanít a jövő, pedig utólag hányszor megállapítjuk bölcsen, milyen jó, hogy nem tudtuk előre, mi fog bekövetkezni az életünkben. A természetes kíváncsiságon túl a keresztény ember nem fél, nem is félhet a jövőtől, mert a hiszünk, hogy minden, ami Istentől jön, az jó, és tudjuk azt is, hogy Isten még a bűn következtében bekövetkező rosszat is a javunkra tudja fordítani, akkor nem aggódunk, és nem esünk kétségbe. Miként egy másik versében Babics is óv az efféle félelemtől. Tudod, hogy érted, történnek mindenek, mit búsulsz? A csillagok örök körforgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik. Érted van minden dolog, a te bűnös lelkedet. Éppen ezért, mert Isten az életünk és minden jó forrása, helyezzük az ő kezébe életünket is, az előttünk álló évet is. Bármi történik velünk, vagy körülöttünk, mit sem aggódunk, mert tudjuk, az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát szemben. Kedves testvérek! Minden év első napja a szűzanya ünnepe. Szinte a kereszténység kezdetétől úgy köszöntjük őt ezen a napon, mint Isten anyját. Azért ilyenkor a karácsonyi időszakban van ez az ünnep, hogy ezzel is tudatosítsuk minden emberben, hogy ott, Betlehemben nem pusztán egy gyermek, egy emberi gyermek született, hanem maga Isten született a világra. Isten fiában, Jézusban magára vette a mi emberi természetünket.
Vagyis Jézus Isten ember, ezért a szűzanya Isten anyja. Nem kétséges, hogy ez minden emberi elképzelést és várakozást felülmúló kegyelmi ajándék a szűzanya számára. De testvérek, mi is mindnyájan részesülünk ebből a kegyelemből azáltal, hogy az Isten anyában a legkiválóbb közben járót nyertük Istennét. Ezen az ünnepen megköszönjük a szűzanyának, hogy vállalta Isten fiának anyaságát. Miként minden édesanyának, és nem csak anyák napján, megköszönjük, hogy vállalta az anyaságot, hiszen ezzel reményt és jövőt adtak az egyháznak, a nemzetnek. Mennyivel inkább tartozunk tehát köszönettel Jézus édesanyjának, aki a megváltó anyjaként minden ember számára az üdvösség felé vezető út kapuja lett. Helyén való tehát a szűzanyát ilyen megtisztelő címmel is, mint Isten anyja köszönteni. Ugyanakkor az előbb elmondottak alapján helyes az is, ha a szűzanya közben járó segítségét kérjük, így az új év kezdetén is. Kedves testvérek, amikor most az új esztendő kezdetén Isten áldását és a szűzanya közben járását kérjük, szeretteink és a magunk számára, nehogy egy súlyos kulasztásba essünk. Minden intézmény vagy gazdasági vállalkozás elkészíti a maga éves tervét. Ez segíti őket abban, hogy eredményes munkát tudjanak végezni, és esetleg évközben, ha szükséges, tudjanak korrekciót is elvégezni. Vagy egy-egy sportoló is elkészíti a maga edzés tervét, ha valamilyen nagy versenyen eredményt akar elérni. Pontosan tudnia kell, hogy a verseny idejéig mikorra, milyen fejlettségi szintre kell eljutnia. De ne legyen ez másképpen a mi életünkben sem. Legyen lelki programunk az egész évre. A lelki növekedés sikeressége érdekében is egy-egy részlet cél megjelölése szüksége. Ugyanis az életszentség, az üdvösség is csak fokozatosan, apró, tervezett lépések által érhető el. Egyházmegyei szinten is megalkottuk az előttünk álló évtervét. Bizonyos programok előkészítése már is elindult. Ebben az évben minden lelkipásztori munkám középpontjában a családok lelki gondozása lesz. Szívesen csatlakozunk a kormány azon kezdeményezéséhez, amely 2018-at a családok évének jelölte meg. Ez különben is egybeesik az egyház folytonos lelkipásztori célkitűzésével. A családok, azon belül pedig a nagy családok különös megbecsülését azzal a püspöki gesztussal is szeretném segíteni, hogy minden negyedik és annál többedik gyermek keresztelését szívesen vállalom az egyház vagy a bármelyik részén, ha azt a család. Továbbá szeretnénk, ha ebben az évben egyházmegyénk minden tagja ellátogatna a Győri Szűzanya kegyképéhez, illetve Szent László király és Boldogapor Vilmos püspök ereklyéhez. Ezért különböző alkalmakat fogunk kínálni a különböző életállapotú és különböző életkorú testvéreink számára, egy-egy ilyen zarándoklatban való részvétel. Végül, kedves testvérek,
Azt hallottuk a mai evangéliumból, hogy a szűzanya szívébe véste mindazt, amit az angyaloktól és a pásztoroktól hallott a gyermek Jézus felől, és gyakran elgondolkodott rajta. Kövessük az ő példáját. Az új évben olvassuk gyakrabban a Szentírást. Gondolkodjunk és elmélkedjünk az ott olvasottakról, hogy minél jobban megismerjük Istent és az ő velünk kapcsolatos tervét. Így egyre közelebb fogunk kerülni életcélunkhoz, és talán mi szeretteinket is segíteni tudjuk saját életcéljuk megtalálásában. A magunk részéről ennek egyetlen útja van, amit már a költő Síkságban is követett. Akarom élni az egész hitet. Szeretni, ahogy Isten szeret. És bízni. Bízni akarom. Abban, amit a Krisztus hozott. Nem érzem, nem is gondolom, de akarom. Akarom. Ezt kívánom minden ünneplő testvéremnek, hogy ezáltal legyen mindnyájunknak Istentől áldott, hitben növekedő, és ebben a világban örökké a szeretet és a jóság gyorsáját